Cik, Britos, Federico Fan, Lasagne. Jargani. Pandev, nem zönyűja. Vargas, mert Vargas tud balszéján játsz, aztán nem akarok mint embereket pakolgatni. Az ústjuk. Radosevics. Jó lesz így. Havas! Nézzük egy hóval azt adott mérkőzés, és Lauro Loperdi, vagy olyan hasonló ember vezeti ezt a mérkőzést. Leonardo Samuel adott most hirtelen egy meccs elejéig, szerintem nyugdíjba küldtük. Így van. Tiszta hav minden. Igen, és most ugye Pandev kezd. Havas, a táj, ott van Saravi, ott van Balotelli. Egy nem rossz ellenfél ellen kell majd bizonyítunk. Parades. Pandevnek egy kiugratás, emelés, nem jött be. Pandev. Pandev lő, gól! Gól! A 8. gól a Goran Pandevnek. Ez mint egy ilyen befelő cselezés előzte meg. Shelby. Marchetti egyébként a kapus, mint feltűnt. Nem tudott leírni, hogy őt a látszanak a kapusra egyébként. 1-0. Abate. Montolivo gólt szerez. És ez a fél idő vége előtt átvezi a... tehát X-el a Milán. Önnek is kb. Az első kapura lövésük volt. Próbáltam ott levédekezni, de az a baj, hogy nem sikerült. Sejtettem, hogy Montolivóra azért tudom, hogy jó képességekkel rendelkezik. Kapura lövések statisztikát most megnézném. Verona, Juventus 0-1, Inter, Kivu, Verona 1-0. Két kapura lövés, egy pontos, tehát igen. És ebből mindig gól lett, szóval nem is van olyan helyzetünk. Vargas. És egy kipattanó, eljön le bele semmi. Már gyorsan akartam adni, nem rá kellett volna lőnöm szöktetni. De már késő volt. Saravi. Montolivónál már az volt a labda. Csuka fejes, de nem lett belőle állalének semmi. Parades, Vargas, Balotelli. Hát, ez piros, de ezt be kell tallózni. Ezt tudtam, Armirot most kiállítják egy meccs, ez most nem vészes. Pazzini jön Balotelli helyett, tudom utolsó ember ezt. Jó, de jó. Moses, Moses eldöntett mindent, Moses! És Svéd Marchetti. Gargano. Zapata. Moses. Moses lő. Véd a kapus. Most kéne ezt a szögletet jól beadni. Parades bólint, Marquette is ezzel vége, egy-egy lesz ez a mérkőzés. Sajnos nem jut össze a gól. Hát, ez nem sikerült ez a mérkőzés. Ez az én meccsem volt most sajnos. És most ugye Armiro egy meccset kap, de ez most nagyon nem érdekel. Kio ellen. Még az a baj, pont rosszul jöttem, vannak most a sorrend. Lenz szolgasító. Több pénz kér.
Jó, ma hagyjuk. Ha 44-et nem fogadtam, akkor 36-at miért fogadnám el? Nézzük, Lance. Jól van, megköszönöm a figyelmet. Sajnos a meccsek nem úgy jöttek, hogy szerettem volna. És már a végmaradva 6 ponttal. Hát azt, hogy Juventus az hogy lett behoz egy 6 pontot, ezt nem tudom. De mindegy. Legalább az első 3 hely szinte biztosnak látszik. Én hát ezt voltam. Sziasztok.